Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban egy olyan kihívást hoztam el nektek, amiben Cségot fogunk 15 FPS-en játszani. Hát igen, nem lesz szerintem egy könnyű kihívás. Mondjuk volt nekem időszakom, amikor amúgy is ilyen 10-20 FPS-en játszottam, mert olyan szargépen volt. Na mindegy, most viszont egy deathmatch-et fogunk lenyomni, és megnézzük, hogy igazából hány ölésünk lesz. Hogyha tetszik a videó, mindenféleképpen nyom egy lájkot, hogyha pedig szeretnél további ilyen tartalmakat, akkor iratkozz fel a csatornára, és akkor nem fogsz lemaradni róluk. Na itt vagyunk Dust2-n, skacok, és... Eddig ez brutál. Hopp, ott egy ember. Na, legalább egy free ölésünk legyen. Kérlek, kérlek. Na, és megölik, nézd meg. Elölik előlünk. Jó, igazából nincsen enemy, az a baj. Hopp, de ott van. Oh, oh. Nem, nem. No way, skacok. Oh. Nehezebben megy, mint gondoltam, hogy fog menni. Még azt sem öltük meg. Hú, azért nehezen volt meg a csávóka. Na, hol van még egy enemy hadlásuk? Itt minden lesznek szerintem. Hátunknál. Ah! Nem látom az enemit így. Egyszerűen nem... Nem tudom bemérni. Nem is az, hogy nem látom, de nehezen tudom bemérni. Azaz. Ó, még headshot is. Figyelj, meg headshot sikerült. Bármennyire lehetsz profi játékos, ezt így mindenképp próbált ki. Nem tudom, csak röhögök. Ahányszor meghalok, csak röhögök, mert... Tényleg ez nagyon-nagyon új élmény így. Abszolút. Oh, headshot. Egyébként új billentyűzetem van, egy mechanikus billentyűzetet szereltem be a gépbe. Lehet nagyon hangos, esetleg szóljatok és írjátok le kommentbe, hogy mennyire zavaró vagy mennyire hallatszódik. Ez epic, skacok. Hát nem tudom, hogyha meg lesz a 20 killünk, akkor... Akkor én már örülni fogok. Ez az. Igen, amúgy belegondolva, vannak akik rendszeresen így ilyen kevés FPS-en játszanak, és hát... ja, tehát őszinte részt vettem nekik. Jó, visszajövő megölni. Legalább egy free killünk legyen. Remélem, hogy most minden lesznek, mert egyébként enemiket sem nagyon látok, tehát oké, hogy nincs ölésem, de... Enemiket sem nagyon látok. Amikor meg látok, akkor meg megölnek. Teljesen mindegy. Ezt most megölöm. De vagy nem. Nem tudom ezeket az afkolókat így megölni, ilyen nem találom annyira fairnek, de hát ha már itt van, akkor figyelj. Free kill. Miért ne? Hú, azt a scoutost. Azt a scoutost. Nem. Hú, nehezen sikerült. Jó, oké. Okay. Oh, figyelj, fenn vagyunk a top listán ott fent. Nézd a neveket, ott van az MZ, ott vagyunk. Valamit csak tudunk. A végére megszokjuk a mozgást. Ez az egészben a lényeg egyébként, hogy meg kell szokni a mozgást. Nem kell ilyen hirtelen mozdulatokat megtenni, mert úgy sem tölti be a részleteket rendesen, meg annyira mennyire kell. Csak így szépen lassan haladunk a dolgokkal, és működik, látjátok? Szépen lassan haladunk, és ott figyelj, ott vannak a fejesek. Mennek itt a fejesek. Hát na, van amikor megölnek, néha-néha, hogy bebejön egy-két kill az enemitől. Nem tudom eddig ez mennyire tetszik nektek, hogyha igen, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot. Azzal pedig jelzitek, hogy szeretnétek még ilyen jellegű kihívásokat. Amit pedig várnék tőletek, az ötletek kihívásokra, hogy milyen kihívásokat szeretnétek látni. Jó, hát figyeljetek, skacok, 20 kill volt a cél, ugye, annyit tűztem ki magamnak eleinte. Lehet meg lesz végül is. Még messziről is lőttem, hát ezért szerencse volt. Na, még egy esély, hogy megöljük a csávót, mert innen ölt meg legutoljára valaki. Hol vagy? Megöllek! Nem öllek meg. Enemy kell, igazából az a baj, hogy enemy se nagyon van. Tehát folyamat megyek, aztán valahogy úgy eltűnnek az emberek, mindig csak társak jönnek, hát ez nem izgi így. Na, most ott egy enemy, de ez egy nagyon nehéz póz volt, azt akartam mondani, de sikerül szerencsére. No, most hátunknál tuti lesznek, vagy nem. Úgy lövök, mint egy potétó. Nem tudom, nekem viszont nagyon tetszik. Hiába nagyon nehéz, de nagyon tetszik, egy teljesen új élmény ez az egész. Még van 2 perc, hát 2,5 percünk. Na hát megpróbálom még legalább egy 5-10-et ölni. Nehezen. Van egy ember, aki az egész meccsen át afkolt. Azokat így... Vannak magyarok a szerveren.
Nem tudom, hogy sikerült ez a kill, őszintén. Fogalmam sincs, de lenyűgözött. És megöltem Glockkal végül. Nem, lehet, hogy ennyi FPS-en még soha nem volt. Tehát egy 30-40 megvolt mindig, de azért 15 az nagyon durva. Hogy 15 stabil FPS, ez eszméletlen. Amely megpróbáljuk egy FPS-el is ezt a kihívást, hogy nem is videóban, de videón kívül, hogy milyen, mennyire durva, hogy működik így úgy a játék egy FPS-en. Egy FPS-en az főleg nem volt még soha. Nem tudom, megint nincs enemy. Megint elfogyott az enemy. Ha meg van enemy, akkor meg... Na, jó, azt hittem, hogy meg fog ölni. Azt a rohadt! Nagyon nehéz! Nem tudok sprayelni, mert elveszítem egyszerűen az irányítást. Nem tudok, nem megy a spray. Az sajnos nem megy. Itt reméljük most lesz egy-két enemy. Ha minden igaz, igen lesz. Hopp, ott van. Á, és megölték előlünk. A még egy embert, egy-két embert legalább. Hopp, ott egy. Nem sikerült. Na, hadd lássuk! Utolsó pár másodperc, és... Miénk az utolsó kill? Nem a miénk. Na hát 29 killt sikerült összeszereznünk, mellé 28 halált, tehát igen, ez egy eléggé nehéz kihívás volt számomra. Nem tudom, skacok, mindenképp próbáljátok ki, hogyha szeretnétek. Rivatuner egyébként a neve az alkalmazásnak, amivel be lehet állítani, hogy hány FPS-re legyen lelokkolva, úgymond a játék. Én már sokat gyára mondom ebben a videóban, hogy nekem nagyon tetszett, remélem, hogy nektek is. Hogyha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal, ha pedig még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok! We'll be right back.